A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, és ahogyan azt már megszokhatták, hogy itt az elmúlt napokban folyamatosan beszámolunk az egyes lakókörzetekben történt változásokról, tervekről, vendégeink pedig az egyéni önkormányzati képviselők. Sok szeretettel köszöntöm a műsorunkban Farkas Lászlót, a Palotaváros képviselőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm a nézőket, és köszönöm a meghívást, örömmel fogadtam el, mindig szívesen jövök a televízióba. Így is tudok a lakókkal találkozni. Ha már a találkozást említi, ugye önt folyamatosan lehet látni ott a lakókörnyezetben, annak ellenére is, hogy Palotaváros az egyik legnépesebb terület a városon belül, hogyha fogalmazhatok így. Valóban így van, egy rendkívül népes, sűrű lakott terület, és így éppen ezért nagyon nehéz megfelelni a követelményeknek, de mindig azt hallottam, hogy az emberek között kell lenni, néha sétát csinálok, emberekkel beszélgetni kell. Magyarul nem csak a fogadó órámon fogadom az embereket bármikor, akinek problémája van, megállít az utcán, kér időpontot, megbeszéljük, és az irodámban tudom fogadni. Tehát a lényeg az emberi közelség, az emberekkel való együttműködés, beszélgetés, ez teszi szorossá kapcsolatot, és ez tartja élőben a kapcsolatot is, az emberi közelség és az emberi beszélgetés. Ez az egyik olyan része a városnak, ahol nagyon sok minden van, vannak parkolók, vannak hatalmas nagy parkok, óriási füves területek, ott van ugye a Fehérvár tüdeje program keretében a tavak mentén, a palotavárosi tavak mentén elkészült település rész, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy ez valóban egy dinamikusan fejlődő része a városnak. Valóban így van, ahogy ön most felsorolt ezeket a dolgokat, az agyamba végigfutott az elmúlt 33 év, mert az elmúlt 33 évben alakult ki, mert aki akkor került a Palotavárosba, amikor én 85 környékén, hát ő még más viszonyokat látott. Most egy rendkívül élhető, fejlett, modern, egy kellemes városrész, ahogy ön is említi, tehát ezért rengeteget tettek a lakók, a város nagyon sokat, és nagyon sokat kellett dolgozni, hogy idáig eljussunk. A gyönyörű parkok, a János Vitéz Park, a Petőfi Park, vagy az új parkolóknak a kiépítése. Az elmúlt 33 évben elértük azt, hogy minden talpalatnyi helyet, ahol lehetett parkolót építettünk, térköves, megvilágított parkolókat. Rendkívül nagy igény van a parkolókra továbbra is. Azt mondanám, ennek ellenére kevés a parkolóhely. Az emberek este nem találnak parkolót, és nagyon sok vita van ebből kifolyólag. És én azt kérem a lakóktól ebben az esetben, rendben van, én is belátom, hogy nincs parkoló, tessék megmutatni azt a helyet, azt a zöld helyet, ahova parkolót tudunk építeni, mert sajnos most már máshol hely nincs. Épp legutóbb a Sziget 31-43 társasházban merült fel ennek a kérdése, hogy az épület előtt esetleg, ahol a rendezvényeket is szoktuk tartani, a Sziget 39-41 előtt a zöldben esetleg egy 12 férőhelyes parkolót kialakítunk. Volt is erről, van is erről egy lakóközgyűlési határozat, ahol sajnos lakók leszavazták ezt a kérdést. Tehát én csak oda tudok most már parkolót terveztetni és építetni, ahol a lakók is konkrétan kérik, hogy igény van rá, inkább feláldozunk pár négyzetméter zöldet, de valahol parkolni kell. Ugye, ahogy a város nő, ahogy az emberek azért tehetősebbek lesznek, gépkocsi, most már 2 gépkocsi is van egy családnál, adott esetben sok helye 3, ugye a parkoló igénye is megnő, de a parkolók száma az korlátozott. Sajnos, amikor ezt a város részt, mert nem csak ezt az egész városban a város építették, nem gondoltak arra 40 évvel ezelőtt, hogy így robbanásszerűen nő a gépkocsik száma, és ekkor lesz a parkoló igény. Más viszonyok voltak, most megint más viszonyok vannak, tehát valamit valamiért áldozni kell. Azt is mondhatjuk, hogy számos útszakasz is, hogyha már a parkolókat említettük, akkor a közlekedéshez kapcsolódva számos útszakasz is megújult a városrészben. Valóban így van, hát több mint 40 éve épült városrész. Valamennyi szervizút szinte megújult, a járdák még nem, jelen pillanatban is
a Sütő utca előtt járda felújítás folyik. Hát egy szakasz a sajnos végig nem tudtuk vinni, ameddig a pénzünk, tehát addig tudunk terjeszkedni, míg a takaró ér, tehát a pénzünk, ameddig engedte, de nincs befejezve, tehát ezt mind folytatni fogjuk még. A Sütő utca előtt van járda felújítás, illetve még ebben az évben a Selyem utca egyelőtti parkolót aszfaltozzuk le, és hát egyéb kis munkálat, sőt, egy nagyon fontos dolog is elkészül, ez pedig a Jancsár utcában a Lidli áruházhoz vezető gyalogátkelő, magyarul zebra. Ez is el fog készülni még ebben az évben. Nem hát igen, mert sokan használják azt a szakaszt is, azért, hogyha az ember arra közlekedik, akkor látja, hogy tényleg nagy a gyalogos forgalom, de hogyha már a forgalomnál tartunk, akkor új körforgalmak is létesültek. Hát most már nem annyira újak, de hogy ezek mennyire váltották be a hozzáfűzött reményeket, hogy látja a képviselő úr? Nagyon nagy igény van a körforgalomra, főleg a két piac között. Ezt már nagyon régen kérik, évek óta kérték a lakók. Nagyon sokan mennek a Palotvárosi Tavakhoz, ott van a garázsok ott vannak, és ez nem lehetett átkelni az úton, és végre elkészült a körforgalom, gyalogátkelő helyel, korszerű megvilágítással, sőt, most már az egész Kelemen utcában végig megyünk, mindenhol a körforgalmak elkészültek. Tehát ez egy modern közlekedés, jobb, mint a lámpa, gyorsabban át lehet haladni, csak hát sajnos vannak, akik nem az előírásnak megfelelően használják, de ez a kisebbség, ez a kevesebb, de a többség azért használ, és a gyalogosoknak megvan a biztonságos átkelési lehetőség, a gyalog átkelőhely. Illetve hosszú kocsisorok sincsenek, mint régebben, mert azért igen. Én is ott a területen lakom, tehát tényleg ott a két piac közötti résznél, főleg a csúcsidőszakban, akár reggel, akár délután, ugye sokan használják azt menekülő útvonalnak igen. is, mondhatjuk azt, hogy gyorsította ezt az igen, átjutást. Valóban gyorsította, meg ahogy ön is mondja, a forgalom is valahogy elterülődött azért már más városrészre, ez egy menekülő útként használták nagyon sokan. Volt is ebből probléma, de az utóbbi években némileg csökkent a forgalom, de a csúcsidőkben azért még érezhető a forgalomnak a nagysága. Ami megint csak ilyen fontos kérdés szokott lenni az ott élők körében, a zöld területeket említettük, de hogy új játszóterek is létesültek a Palotavárosban. Valóban így van, hála Istennek nagyon sok játszóteret építettünk. A Jancsár utcában építettünk az 4 évvel ezelőtt, ciklus elején adtunk át egy új játszóteret, és a McDonald's előtt a János Vitéz Parkba sikerült egy játszóteret építeni, nagyon szeretik azt is a gyerekek, mászóvárral, gyerekek minden a mászóvár, ahol lehet mászni és elbújni. Ezt az alkohol támogatásával, az alkohol kövém támogatásával sikerült megépíteni, de nem kisebbíti a lényegét a dolognak, nagyon fontos a városrész számára. A központi játszóteret tervezem, hogyha a források úgy engedik bővíteni, mert nagyon nagy igény van a bővítésre, a úgynevezett Matáv játszótér, valamikor Matáv játszótér, ahol a belső szökőkút is van, itt is van igény nagyobb játszótérre, ennek a bővítését szeretném, már kértem is a városgondosságot, hogy terveket készítsenek, adjanak ajánlatot, és hogyha források hogy engedik, mert minden a pénz kérdése, akkor mindenképpen szükség lesz a bővítésre. Hála Istennek úgy látom, hogy nagyon sok fiatal házas pár költözött a városrészbe, nagyon sok kisgyerekkel. Volt egy időszak, emlékszem rá, 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdett öregedni a Palotaváros ennek a része, és féltem, hogy hol vannak a fiatalok, hol vannak a gyerekek. Ez a tendenciálisnak megváltozott, nagyon sok fiatal költözött a városrészbe, és hát ahol sok fiatal, sok kisgyerek, ott játszótérre is szükség van, és hát ezt is bővíteni kell nyilvánvaló. Ez ott a szánkódomban szembeni terület? Igen, a belső, a két szánkódomban szembeni terület, ahol a szökőkút is van. Ez az a rész, ahol van ott egy kosárpálya, egy kézlabdapálya, tehát ott több játszóeszköz van, de ennek a bővítése mindenképpen elkerülhetetlen, amit a jövőben meg kell mindenképpen csinálni. Ha már ugye egy élettéről beszélünk, sokan igényelték a kutyafuttatót is az ott élők közül, és egy újat is sikerült létrehozni. Igen. Hát ez a kutyakultusz, ez sajnos nem csak Fehérváron, az egész országban nagyon nagy jelen pillanatban.
de néha káros hatása is van, ugye nagyon sok ember gyerekének megveszi a kutyát, idővel megunják a kutyát, és akkor ha jobb esetben elajándékozzák, beviszik a menhelyre, rosszabb esetben pedig kilökik az utcára, és rengeteg ilyen kóborkutya van. Ettől függetlenül valóban nagy igény van a futtatóra is. Hosszú-hosszú egyeztetés és keresgélés után sikerült, úgy érzem, egy ideális helyet a Cserepesköz végében a Horog utca és a csatorna közötti részen egy nagyon szép kis felszerelt, mindennel felszerelt futtatót építeni. Hát bízom benne, hogy sokan igénybe fogják venni, legalábbis ott azon a környéken lakók, és minél többen igénybe veszik és használni fogják, és így kicsit megnyugodtak a kedélyek, a kiskutyákat is ki lehet vinni, futtatni. Nyilván számos dologról beszéltünk, ami megvalósult, de ön is említette, hogy azért vannak komplex tervek is, még a jövőre nézve. Igen, nagyon sok terv van az én fejemben is, és nagyon sok mindent kell még Palotavárosban is megvalósítani, annak ellenére, hogy az elmúlt 30 évben rendkívül nagy fejlődés volt, ami nagyon, nagyon komoly kihívás jelent számunkra, így mondhatnám, az időjárás extrém változása, ami rendkívül nagy szárassággal jár, csapadékhiánnyal, és a növényzet, amiről annyit beszéltünk, a gyönyörű fák nagyon sok kiszárad. Az Őzikés parkban 6 darab fát kellett az idén kivágni, a Központi parkban nagyon sok fát kell kivágni, a János Vitéz parkban is vannak száraz fák, és ezeknek a pótlása rendkívül nagy pénzt igényel, és nem is a pótlás a lényeg, hanem a fenntartás. Tehát utána, ha a fák nincsenek fenntartva, megfelelően öntözve ebben az extrém időjárási helyzetben, biztos, hogy tönkre fognak menni. Azok a fák élik túl ezeket az extrém viszonyokat, melyeket öntöző zsákokkal látnak el. Az új játszótér mellett a Jancsár utcában van is egy ilyen nagy park. Így van, ott rendkívül sok helyen kitették az öntöző zsákokat. Ennek a lényege az, hogy 50 liter vizet bele tudnak ebbe a zsákba önteni, és az 2 hétig biztos, hogy pótolja a vízigényt. Ott szépek is a fák, de ahol nem tudjuk ezeket alkalmazni, ott bizony sajnos nagyon sok fa tönkre megy. Nagyon sok pénzt költ a város ezekre a zöld felület pótlására, de sajnos nagyon sok el is pusztul. Tehát egyik legfontosabb feladat, legnagyobb kihívás a zöld terület fenntartása, és továbbra is a lakók igényének a figyelembevétele, kérése és kérés az, hogy akik eddig kiskerteket műveltek a házak előtt, továbbra is szorgalmasan csinálják. Én minden segítséget megadok erre a célra. Például a Selyem utca egy épületben az egyik kertészkedő hölgynek épp az elmúlt héten sikerült 4 nagy zsák humuszföldet, mulcsot, 2 zsák mulcsot és egyéb ilyen kertészkedő eszközt biztosítani. Tehát, hogyha felém jelzik, hogy milyen igényre van szükség, akkor mindenképpen én ezt biztosítom. A Sziget utcában egy kis kertet alakítottunk egy nagyon érdekes kialakítással, ilyen léces kerítésekkel, nagyon tetszik, aki ápolja, gondozza, de ezt is sikerült megvalósítani. Tehát az a kérésem a lakókhoz, nagyon sokan kertészkednek, akiknek gondjuk, bármi gondjuk van, forduljanak hozzám, és én a lehetőséghez képest minden segítséget megadok. De arra kérem, folytassák, csináljuk, tartsuk meg a zöldet, mert nagyon nehéz fenntartani a zöld területet. A másik dolog pedig, nem a zöld, tehát egyéb fejlesztések, ott pedig nyilvánvaló, hogy az anyagi lehetőségek. El kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt év a sajnos egy rendkívül, nem csak az időjárás, hanem egyéb körülmények is rendkívüli időszakot, nehézséget okoztak, nem csak a városra, a város lakóira is. Hát gondoljunk bele, 2 év pandémia, majd jött utána az energiaválság, a háború kitörése. Ugye ez év elején egy rendkívül kritikus helyzet volt a városban, hogy tudjuk egyáltalán finanszírozni az energia árakat. Hát sajnos kicsit a helyzet azért már konszolidálódott, és ezeken túltettük magunkat, és hát a város jól jött ki ebből a dologból is. Jól lehet, kevesebb források maradtak fejlesztésre, mint amit megszoktuk 10 éve, de azért mindig vannak most is, hogy tudjuk szépíteni a várost. És jövőben is bízom, hogy lesznek ilyen források, mert ahogy említettem, a járda felújításokat beszeretném fejezni, akkor van egy teljesen új, hatalmas nagy parkoló, egy 75 férőhelyes parkoló, ez a Horog utca végén a 2-es iparcik piaccal áttelembe van az a murvás terület. Ennek érvényes építési tervei vannak, éppen most már
az illetékesek fele jeleztem, hogy a következő évi költségvetésben, ha egy mód van rá, tudjuk elkezdeni ennek az építését, mert nagyon nagy szükség van a parkolókra, és mondom, ez egy 75 férőhelyes parkoló lenne. Ez sok mindenkinek megoldást jelentene. Megoldást jelentene, sajnos ez ilyen 100 milliós tétel, hogyha belegondolunk, de rendkívül nagy szükség van rá, tehát időben el kell kezdeni a szervezését, és hogy a költségvetésbe forrást tudjunk biztosítani. Bízom benne, hogy lesz még energiám és lehetőségem is, jövő júniusban választások lesznek, lehetőségem lesz még továbbra is szolgálni a város, nagyon szeretem ezt a városrészt, az embereket, és tényleg életemnek egyharmadát eláldoztam fel, és nem sajnálom, nagyon sok szépet tudtunk itt alkotni a lakókkal közösen, gyönyörű a városrész, úgyhogy mikor végigmegyek rajta, akkor mindig nagyot dobban a szívem, hogy egy kicsit tehettem ezért én is, és ez nagyon büszke ez a dolog rám nézve. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is sok sikert kívánok önöknek. Köszönjük szépen, nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Természetesen ezzel a műsorral még folyamatosan jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Adásunkat visszatekinthetik a YouTube csatornákon. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.